Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes. A mikrobiom egy fogalom, mely a szervezetünkben élő mikroorganizmusok összességét írja le. Ezek száma nagyságrendileg 100 billió, ami körülbelül 10-szerese testi sejtjeink számának. Nagy populációs vizsgálatok révén ma már tudjuk, hogy a mikrobiom 30%-a az emberi fajra jellemző közös jelleg, míg 70% abszolút egyedi. Egyre több betegség kialakulásának hátterében fedezik föl a mikrobiom összetételének jellegzetességeit. A bél agytengely a középpontban. Ezt a még ma is bizarnak tűnő meghatározást írja önmagáról a Mind Klinika. Két munkatársával beszélgetek a következő fél órában. Itt van Révész Anne dietetikus és Fábrihárd belgyógyász gastroenterológus, aki a molekuláris biológiai tudás integrációját a klinikai gyakorlatba a mikrobiom jellemzésével Európában az elsők között kezdte meg. Hát kezdjük ezzel a legutolsó mondattal, amit felolvasni is alig tudtam. Mit jelent ez? Mi történt? Kicsit távolabb kell menni az időben. Én 1995-ben végeztem az egyetemen, és egy idős volt a genomika forradalmával, és akkor már folyamatban volt a Human Genome Project, és hát lázasan vártuk azt, hogy ugye amikor az emberi kódkészlet megfejtésre kerül, és a térkép kikerül az asztalra, akkor gyakorlatilag úgy gondolta mindenki, hogy ugye a Szent Grál a kezünkbe lesz, és gyakorlatilag minden betegség gyógyíthatóvá válik. És aztán utólag kiderült, hogy a daganatos betegségek hátterében jól leírható molekuláris elváltozások vannak, de mégis tulajdonképpen az emberi betegségek nagy többségéhez kevésbé került a tudomány közel. A legizgalmasabb terület aztán kiderült, hogy tulajdonképpen a kórokozó meghatározás lesz, és akkor még azt gondoltuk, hogy ez a fertőző betegségekről fog szólni, és 2013-ban publikálták azt a nagy hatású tanulmányt az Egyesült Államokban, és tulajdonképpen innentől indul ez a mikrobiom történet, hogy a velünk élő baktérium flórát 7 testájon meghatározták. És kiderült ennek kapcsán, hogy brutális eltérések vannak, főleg a bélflóra tekintetében bizonyos nagy népegészségügyi betegségek vonatkozásában. 2013-at mondott, tehát most ugye 2022 van, nincs 10 éve, hogy ez a felfedezés megszületett. Mi történt ez alatt, a 9 év alatt? 2014-ben a legnagyobb hatású felfedezésnek a Nature Endocrinology, ami az egyik legnagyobb orvosi szaklap, azt a felfedezést tartotta, hogy markáns különbség van elhízott diabéteses betegek bélflórája és az egészséges emberek között. És ez engem gasztroenterológusként teljesen belbevágott, hogy a bélflórának mi köze a diabéteshez. És akkor pár év telt el, amíg 2018-ban ezt is megértettük, és ezt is publikálták, és elkezdtük ezt a dolgot a klinikumban is alkalmazni. Ennek a táplálkozásnak és az életmódnak a bélflórára gyakorolt hatását ugye közvetlenül elkezdtük tudni mérni, és tényleg olyan markáns eltérések voltak, és egyre több beteg érdeklődött. És azt tűztük ki akkor tulajdonképpen a zászlóra, hogy akkor, hogyha valaki korábban meg nem fogható betegségben szenved, és ez alatt azt értem, hogy mondjuk az elhízás vonatkozásában egyél kevesebbet. Ez egy ilyen nagyon egyszerű, hát hogyha nem eszel annyit, akkor majd nem leszel kövér. És kiderült, hogy nem, vannak fertőző jellegű baktériumok bennünk, és ezek a baktériumok átprogramozzák a szervezetünket, becsapnak minket, és ezeket a baktériumokat kell kikapcsolni, és abban a pillanatban ez megszűnik. Nem csak gasztroenterológiai problémák hátterében állhat ez a bizonyos mikrobiom változása. Felsorolná csak, hogy tudjuk, hogy végül is milyen betegségek esetében feltételezik ma, hogy ezzel függ össze? Hát szinte azt lehet mondani, hogy a nyugati életformával összefüggő összes kórforma. Tehát ez a magas vérnyomástól, az érelmeszesedésen át, az Alzheimer-kortól, a Parkinson betegségig, a migrénes fejfájástól, a daganatokig. Tehát egy olyan ablakot nyitottunk ki, ami egy új világot nyitott meg, és hát ennek tényleg azt gondolom, hogy ennek a munkának az elején állunk, hogy ezt a klinikai gyakorlatba hasznosítani tudjuk. És azt hiszem, most itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két nagyon kedves páciensünk is itt van, és vállalta azt, hogy erről beszámol. Fantasztikus lehet valaminek az elején így ott lenni, és ezt végigélni. Andrea, mi ez az IBS? Az IBS számomra körülbelül egy évvel ezelőtt derült ki, hogy mit is jelent. Több mint 10 éve vannak emésztési problémáim, és kezdetben egy epeműtétem volt, ami kapcsán elindult ez az emésztési probléma, és azt gondoltam, hogy ez ehhez köthető. Milyen emésztési problémái voltak, tehát mit értünk? Hasmenéses tüneteim voltak a műtétet követően. Azzal biztattak, hogy ez idővel javulni fog. Nyugodtan étkezzek ugyanúgy, ahogy korábban
tettem, nem kaptam semmiféle diétát, nem igazán javult az állapotom. Az évek során azt vettem észre, hogy a hasmenés az nagyon kínos. A gyerekeim születését követően ez még tovább romlott. Ekkor azt a javaslatot kaptam, hogy vegyek részt egy ételintolerancia vizsgálaton, ahol kiderült, hogy tejfehérje érzékenységem van, illetve zöld borsó, ami nehezítette a pályát, hiszen a vegán étkezés felé váltottam az irányt, és a vegán étkezésnél nagyon sokszor a zöld borsóval helyettesítik a fehérjét, tehát elég sok ételt kellett, hogy kizárjak az étrendemből. Megszüntettem a tejtermékeknek a fogyasztását, ez újból egy kicsi sikerélménnyel tudott eltölteni, de csak átmenetileg. Tehát azt tapasztaltam, hogy hiába nem fogyasztok tejtermékeket, egyszerűen a panaszaim azok egy picit enyhültek, és utána újra nagyon rossz állapotba kerültem. Tehát a hétköznapokban úgy éltem, hogy azt kellett betervezzem, hogy mikor fogyasztok el egy pohár vizet, vagy mikor reggelizem, mert nem tudtam A-ból B-be eljutni, anélkül, hogy egy mellékhelyiséget ne fedeztem volna fel. Tudod dolgozni, járni? Ez egy kellemetlen betegség tulajdonképpen. Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kisgyerekeim vannak, és még egyelőre otthonról dolgozom, viszont már így sem nagyon tudtam elvégezni a napi teendőket, tehát egy bevásárlás is komoly gondot jelentett. Úgy terveztem meg, hogy a nagyobb bevásárlóközpontokba mentem, ahol tudtam, hogy lesz mellékhelyiség, mert biztos, hogy meg kellett, hogy látogassam. A sportolásban is akadályozott. Általában normafán szoktam futni, és mire felértem a normafára, tudtam, hogy már nekem kell, hogy menjek vécére, illetve egy hosszabb távot sem tudtam bevállalni, tehát ilyen 8-10 kilométeres hosszaknál végig azon stresszeltem, hogy vajon hogy fogom kibírni a futást. Nem ment el gasztroenterológushoz, hogyha ilyen problémái voltak, vagy elment, és az ételintolerancia vizsgálaton kívül más nem történt? Elmentem természetgyógyászhoz, ugyanis volt egy elég negatív tapasztalatom korábban az orvosokkal. Amikor az epe problémám kiderült, akkor már azt megelőzően 2 béltükrözésen voltam, és mindenki azt gondolta, hogy biztos csak sokat stresszelek, és hogy biztos refluxom van, és amikor egy rosszul lét során bekerültem a kórházba, akkor kitapintotta egy orvos az epekövemet, és nekem ez egy akkora trauma volt, hogy folyamatosan csak tükröznek, és gyógyszerekkel láttak el, és tulajdonképpen a problémát azt fél év után sikerült kideríteni, hogy úgy voltam vele, hogy mindenki azt tanácsolta, hogy menjek el, nagyon jó szakembereket ismernek, nagyon jó gasztroenterológust megtükröznek, szteroidot kapok, és akkor pár hónap alatt minden megjavul. Erre nekem az volt a válaszom, hogy mivel nem szedek gyógyszereket évek óta, hogy nekem ez nem megoldás, hogy egyből egy ilyen drasztikus lépést tegyünk, nem csak a tükrözés kellemetlensége miatt, hanem nem szeretnék gyógyszereken élni. Világos. És nem csak a tüneteket szeretném enyhíteni, és a felszínen kapirgálni, hanem akkor gondoltam azt, hogy szeretnék valaki olyan emberrel találkozni, aki ezt sokkal mélyebben a gyökerénél kezdi el kezelni. Még mindig nem hagyom, hogy rátérjen a mikrobiomra. Én nem annyira régen készítettem az irritábilis bélszindrómáról műsort, és ott az például arról szólt, hogy ennek nagyon gyakran pszichés oka van. Ez felmerült? Igen, ezt nagyon sokszor a fejemhez vágták, hogy... De vannak, akik tényleg meggyógyulnak egy terápia után. Igen. Akár lehet ilyen oka is, bár nem tudom, hát ezt majd megkérdezzük a doktor úrtól, most először fejezze be a történetet. Biztos, hogy van benne valami. Egy elég hosszú önismereti utat kezdtem el sok-sok évvel ezelőtt, pszichológus segítségével, aztán kocsokhoz is jártam, tehát én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémákat már talán kikezeltük az életem során, tehát lelki síkon azt gondolom, hogy rendben vagyok. De a hasmenés maradt. De a hasmenés maradt, így van. Schwab Richard. Az a probléma az IBS-sel, hogy ugye ez egy ilyen maradványbetegség kategória. Tehát azt hívjuk IBS-nek, amikor valakit tokától bokáig kivizsgálunk, és nem találunk semmit. És akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy ilyen irritábilis, ez ilyen funkcionális. De titokban majdnem minden gasztroenterológus azért azt gondolta itt a mikrobiom ére előtt, hogy tényleg hát pszichés problémák állnak a háttérben. De hát ezt gondoltuk a fekélybetegségről is. Tehát amikor én 92-ben korrelettamból szigorlatoztam, ott 20 oldal volt a fekélybetegség, pszichés, nem tudom, milyen anyákártyavédelem jobbra-balra, aztán egyszer csak kiderült, hogy van egy baktérium, ami a fekét okozza. Ez egy fertőző betegség, és hogyha kiírtjuk a Helicobacter pylorit, akkor az esetek nagy többségében ez meggyógyulna. Most utána ez volt a Crohn betegséggel is a helyzet, hogy azt mondták, hogy az egy külön személyiségtípus, aki befelé fordul és lenyeli a stresszt, és akkor a stressz az
az immunitás, meg minden, aztán kiderült, hogy nagy frász. Tehát van a vele született immunrendszerünk, és abban jellegzetes mutációk, ugye nem akarván traktálni a hallgatókat a részletekkel, de mondjuk egy NOD-CARD fékrendszer az, ami károsodik ilyenkor, tehát magyarán a baktérium antigénekre el tud indulni az immunválasz, és a fékrendszer hibája révén nem tud megállni. És ezt is mondták el mindig ugye az IBD-s betegek, a rongbetegek, hogy volt egy hasmenés, és utána egyszer csak nem állt el, és akkor az egyre súlyosabb lett. És akkor ő rájuk is kiderült, hogy hát ők se pszichés betegek, hanem egyszerűen az az állapot, hogy jellemzően fiatal emberek, vagy neked később is kiszámíthatatlanul, fájdalommal, súlyos testi tünetekkel. Hát itt hallottuk egy fiatal hölgy, aki gyakorlatilag nem tud úgy menni, hogy állandóan WC-t kell keresni, hát nyilván az idegeire megy. Ez az állandó készenlét és szorongás nyilván befolyásolja az ő pszichés állapotát is, de hát ezt nem a pszichés oldalról kell megoldani és elviselhetővé tenni, meg kell szüntetni az okot, és akkor ez megszűnik. Hogy talált rá a mikrobiomra? Láttam egy sorozatot, egy ismeretterjesztő sorozatot a mikrobiomról. Ott döbbentem rá, hogy nekem hasonló tüneteim vannak, és hogy valószínűleg akkor nincs is akkora baj, és ezt követően egy szerencsés véletlen, azt gondolom, hogy meghallottuk a doktor urat a rádióban, külön-külön férjem is felhívott, hogy hallottad a műsort, és mondtam, hogy igen, azt hiszem, hogy megvan az emberünk. És ezt követően azonnal be is jelentkeztem. Tehát akkor éreztem azt, hogy végre valaki, aki tudja, hogy mit csinál, és nem a drasztikus megoldások híve. De annyit azért hozzátennék, hogy én a teljesen drasztikus megoldások híve vagyok, csak célzottan. Tehát, hogy az ok. Igen, valóban. Hát nem csak az megszól, hogy az okot kell megszüntetni. Tehát ebben a helyzetben nyilván egyébként van egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szürke zóna, ahol valóban fel nem szívódó szteroidokat hivatalosan lehet alkalmazni, és egyetértek, hogy ez itt nem jó, mert ez egy tüneti kezelés. De az, hogy az életmód helyreállításával és drasztikus helyreállításával mérhető módon regenerálódik a mikrobiom, az egy drasztikus megoldás. De ebben az esetben például mi volt a kezelés, hiszen ugye a hölgy Andrea nagyon figyel a táplálkozására, ez kiderült, jár futni, csinos, vékony, nem elhízott, tehát mit tud még javítani az életmódján? De egy mondat, hogy csak tényleg, hogy egyszerűen fogalmazzunk, mert azért ez egy bonyolult kérdés, de hogy egyszerűen a helikobakter is egy ilyen dolog, tehát hogy nem arról van szó, hogy akkor ott, ha mégis nagyon figyel az étkezésére, stb. Kevésre tejet, vagy több tejet iszik, hát ez egy fertőző betegség. Tehát itt is az van, hogy egyszerűen, hogyha lecsökken a fajgazdagsága a mikrobiomnak, az hajlamosít arra, hogy bizonyos fajok túlszaporodnak. Tehát amikor egy botanikus kertben a fajok 40%-a kipusztul, ott abban megürült evolúciós térben leegyszerűsítve a parlagfűbe lenő. És ezt a parlagfűmentesítést, ezt lehet növényvédőszerekkel csinálni, mi lesz a következménye, elpusztul a parlagfű, de az alapdiverzitás is egyre jobban csökkent. Tehát azok a stratégiák, amik ilyen átmeneti felszíni antibiotikus kezelésekre támaszkodtak, arról már tudtuk, hogy általában átmenetileg segít, aztán egyre rosszabb formába tér vissza a betegség, egyre nehezebb ezt kontrollálni. Na de akkor mi a megoldás? Igen, hát hogyha tudjuk azt, De mi volt a terápia, mit kellett Andreának tennie, vagy szednie, vagy nem tudom. Hát ezt most már mindjárt szerintem meséljük el, vagy hadd meséljük, hogy ezt hogy érte meg, de én egy dolgot mondanék, tehát ezt a diverzitást kell helyreállítani, és célzottan a túlnövekedett baktériumok elleni táplálásterápiát kell adni. Prebiotikumok, probiotikumok, de főleg a jól megválasztott táplálkozás, de szerintem tényleg meséljen ő erről. Amikor megkaptam a diagnózist, és elmondta a doktor úr, hogy mi az, amit nem ehetek, akkor emlékszem arra a napra, hogy ott ültem, és magamban összeroskadtam, hogy vége az életemnek. Ami nagyon nehéz volt az elején, hogy sok mindent el kellett hagyni. Ugye a gyorsan felszívódó szénhidrátokat abszolút, a cukor, semmilyen édesítőszer vagy cukrot nem lehetett beletenni. Tehát a desszerteket azt nagyjából úgy ki is lőttem, azt éreztem. Gyümölcsökből is megvolt, hogy melyik gyümölcsöt lehet, tehát egy magasabb cukortartalmú, érettebb banánt például már nem lehetett elfogyasztani, és ami egy célzott dolog volt, hogy fokozatosan érjük el a napi körülbelül 1 kilónyi nyers zöldséggyümölcs fogyasztását. Nem nagyon szerettem a zöldséggyümölcs fogyasztást ilyen mértékben. Ez egy nagyon nagy váltás volt, hogy most valóban teljes értékű táplálékot juttatok be a szervezetembe. A gabonaféléknél is nagyon meg kell nézni, hogy mit fogyaszthatok. Köles szoktam, barna rizst esetleg olykor. Tehát tulajdonképpen mindenféle
kenyérféleséget, azt így kivettünk az étkezésemből, illetve ugye a tejtermékeket teljes mértékkel nyilvánvalóan, igen. Ezt már korábban is elengedtem. Talán összefoglalva egy gluténmentes, tejmentes, cukormentes. Nem csoda, hogy ilyen vékony, hogyha ennyi mindent nem ehet. Korábban is egyébként azt gondolom, hogy ugyanennyi volt a súlyom, illetve egyre inkább fogytam. És ami talán egy tévhit, és eloszlatnám, hogy ezzel a táplálkozással, ezzel éheznek az emberek. Nekem pont az jelent gondot, hogy egy kilónyi nyers zöldség, gyümölcs bevitele mellett már nem nagyon van arra ingerenciám, hogy akár egy krémlevest megegyek, vagy néha valami mást is egyek, mert ahhoz, hogy összejöjjön ez a mennyiség, ahhoz folyamatosan ugye nyersen salátákat teszem, gyümölcsöt teszem. És meggyógyult, jól van? Igen, 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 abszolút tünetmentes vagyok. Nagyon gyorsan értem el a tünetmentes állapotot. A 3 hónapos kontrollnál már nem kellett széntablettát szednem, tehát 2 hónap után én befejeztem a széntabletta szedését, úgyhogy abszolút tünetmentessé váltam, és azóta is. Köszönöm szépen. Itt ül mellettünk Révész Anett, dietetikus is. Hogy van ez? Tehát a doktor úr megállapítja, hogy melyik mikrobiomból vagy baktériumból van túl sok, és akkor a beteg elmegy a dietetikushoz, aki elmondja, hogy melyik élelmiszer tesz jót ennek, vagy rosszat, de jelentkezik itt Schwab doktor, hogy inkább ő szeretne erre válaszolni. Csak azt tenném hozzá, hogy ez egy olyan munkakapcsolat, hogy nem én nekem kell ezt elemezni, tehát hogy mi együtt dolgozunk, és ez Anett teljes egészében saját maga elemzi, és mi ebben együtt dolgozunk, csak ezt akarom. Attól félek, hogy ezt nem biztos, hogy elmondta volna. Kiderül, hogy milyen fajta mikroorganizmus, és ahhoz képest jön a táplálék? Így van, tehát mindig személyre szabjuk a pacienseinknek a táplálásterápiáját, hiszen nagyon fontos az, hogy a későbbiekben is, ugye, hogyha visszamérjük az eredményeket, akkor lássuk, hogy az adott baktériumtörzs az mondjuk hogyan változott ugye a paciensben. És tudna esetleg példát mondani, hogy mondjuk alfa baktériumtörzs, béta, most mondok valamit, biztos teljesen más nevük van, arra milyen zöldség jó, a másikra milyen jó? Hát amit ki tudnék emelni, és nagyon, nagyon gyakran látjuk ugye a paciensek székletmintázatában, vagy a baktériumtörzsek között, az a laknospirális törzseknek az aránya, az nagyon sokszor magas, ami kifejezetten abból adódik, hogy magas a szervezetben a propionát szint, ami pedig abból adódik, hogy... Ez a baktériumtörzs, ez a propionát, ugye? Nem, a propionát az egy rövid szélláncú zsírsav, igen. Ami fermentálódás útján keletkezik a szervezetben, és igazából ez akkor keletkezik, amikor túl sok feldolgozott élelmiszert vagy gyors felszívódású szénhidrátot fogyasztunk. Tehát, hogyha egy ilyen mintázatot látok egy székletgenomikai teszt eredményében, akkor biztos, hogy azt fogom javasolni, hogy csökkentsük ezeknek a típusú élelmiszereknek az arányát. Fokozatosan, tehát azt szoktuk mondani, hogy heti 10%-ot változtassunk mindig a korábbi étrenden, és közben kezdjünk el nyers zöldség gyümölcsöt fogyasztani, aminek az az értelme és a lényege, hogy a rostok fermentálódása által butirát fog képződni, ami szintén egy rövid szélláncú zsírsav, és igazából ezt a propionát-butirát arányt szeretnénk megfordítani, hiszen hogyha a butirátból lesz több a szervezetbe, akkor azzal csökkenteni tudjuk a laknospirális törzseknek az arányát is, és így fog egyébként majd a probléma gyökerestől megoldódni. Hát félig meddig értem csak, de ez az együnk sok nyers zöldséget és gyümölcsöt, ez nem egy ilyen Jolly Joker? Tehát úgy általában mindenre ezt szokták mondani, nem? Tehát mennyire célzott ez a dietetikai tanácsadás? Abból a szempontból mindenképpen célzott, hogy azért ezek között is van olyan, amiről tudjuk, hogy kevésbé jót tesz, mondjuk, ha azt nézzük a bélbarriernek, a bélnek a védekező rétegének. És melyik az? Magasabb oxálsav tartalmú élelmiszereket, arra felszoktuk hívni a figyelmet, spenót, sóska, rukkola, rebarbara. Ezek kevésbé tesznek jót, ugyanúgy tudnak mikrosérüléseket okozni a bélnyálkahártyán. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogyha veszünk egy salátamixet, és van benne 4 levél spenót és 5 rukkola, ki ne szedjük, tehát, hogy itt nem erről van szó, hanem nyilván a rendszerességről és a mennyiségről. Na és mi az, ami viszont nagyon hasznos? Ezek szerint sajnos a spenót nem nekem, az az egyik kedvencem. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken túl igazából nem szoktuk azt mondani, hogy bármit tiltunk, vagy vegyenek ki az étrendből. Ugye, ha valaki egy inzulin rezisztenciával küzdik, akkor ott a magasabb glikémiás indexű gyümölcsökre felszoktuk hívni a figyelmet. És egyébként meg nyilván minden fogyasztható, ami az adott pillanatban nem vált ki heves reakciót a szervezetben. Itt van mellettünk Zsuzsa is, egy NASH
azaz nem alkoholos zsírmány nevű betegsége van. Hogyan történik egy vizsgálat? Tehát hogy derül ki, hogy milyen az ember szervezetében a mikroorganizmusok összetétele? Az évek óta tartó magas májenzimek miatt is, illetve emésztési problémák miatt is kerestem az utamat, hogy hol fogom tudni ezt megoldani. Orvostól orvosig járt, vagy hogyan kereste az utat? Akár így is fogalmazhatunk. Ezek mindig ilyen heves fellángolások voltak, hogy most már ez tényleg olyan nagy problémát okoz, hogy ennek a végére kell járni. Mi az, ami zavarta önt? Nyilván az a tudat, hogy magasak a májenzimek, ezek már eleve szorongást, feszültséget okoznak, de alapvetően ultrahangon nem volt különösebb eltérés. Ami már egyre fokozódó és egyre kellemetlenebb volt, az emésztési problémák, felváltva hol hasmenés, hol szorulás, puffadás, diszkomfortérzés, utána egy jelentős túlsúly, ami az évek alatt olyan észrevétlenül kúszott föl, de egyszer csak azt vettem észre, hogy 90 plusz fölött mutat a mérleg. Elmondom, hogy most egy kifejezetten filigrán csinos hölgyel beszélgetek, tehát csak így nézem, hogy lehetett ő vajon 90 plusz. Ez egy éves közös munkának az eredménye, amit most már így a tükörben látok, és ugyanúgy, ahogy Andrea mondta, a mindennapokban okozott már ez gondot, úgy tervezni a napot, az étkezést, a tárgyalásokat, bárhova elmeneteleket, hogy tudjam, hogy hol lesz ott a mosdó, inkább nem ettem, nem ittam, mert szinte garantált volt, hogy egy fél órán belül a mellékhelyiséget meg kell látogatni, úgyhogy ezek miatt, a problémák miatt fordultam korábban hepatológushoz, gasztroenterológushoz, ahol igazándiból megoldást, úgy különösebb megoldást nem kaptunk. Olyan véleményt kaptam, hogy hát 40 pluszosan ezek már tulajdonképpen ilyen velejárója az életnek, tehát annyira nem jó, de annyira nem is rossz. Úgyhogy tanuljunk meg ezzel együtt élni. Ez okozott nehézséget, mert én még úgy éreztem, hogy nem szeretnék ezzel együtt élni. Hát hogyne? Na és hogy került szóba a mikrobiom? Én a mikrobiomról korábban egyáltalán nem hallottam. Ahogy próbáltam dr. Google segítségével diagnosztizálni magamon a tüneteket, úgy teljesen véletlenül dobta föl az egyik közösségi alkalmazást. Térjünk vissza az első kérdésemhez. Milyen a vizsgálat? Ez egy székletvizsgálat, amit otthon házi keretek között az ember a mintavételt meg tudja oldani, és utána pár héten belül meg lesz az eredménye. Most hogy van? Meggyógyult? Úgy gondolom, hogy igen. Most érzem azt, hogy mennyire rosszul voltam. Mert az ember olyan, hogy minden vacakot megszokik. És ezek a problémák, ezek fokozatosan jönnek. A környezetvédelemben, mikor felmelegítik a békát, igen. Aki nem ugrana bele a forró vízbe, de ha szép lassan melegítik, akkor megfő. Egészen pontosan. Úgy szép lassan együtt élünk ezzel a egyre fokozódó problémával. És amikor ez megszűnik, és érzem azt, hogy így is lehet élni, akkor döbbenek rá, hogy te jó ég, milyen minőségben éltem több mint 10 évig. És mi volt a terápia? Diéta volt a terápia, vagy valamilyen szert is be kellett szedni? Gyógyszer nagyon minimálisat kellett elkezdjek így még a betegség elején szedni, egyébként pedig inkább étrendkiegészítők meg a táplálkozásra kellett odafigyelni. Adjuk át a szót Schwab doktornak. Mi történt Zsuzsával? Mi ez a betegség? Mit mutattak a labor eredmények, és végül is hogyan sikerült őt meggyógyítani? A nem alkoholos májbetegség egy igazi globális probléma. A transzplantációt igénylő végstádiumi májelégtelenségeknek a 30%-a ennek a talaján alakul ki, tehát most már ugye gyógyíthatók váltak a vírushepatitiszek, hát az alkohol még továbbra is nagy probléma, de ez a nem alkoholos zsírmáj talaján kialakuló hegesedés és ebből kialakuló májelégtelenség, ez egy brutális globális probléma, és hát ugye ezt a szemletet kell megváltoztatnunk, hogy az ultrahangon látott kicsit zsírosabb máj, nincs epekő, nincs epeúttágulat, nincs sehol daganat, és akkor egy diszkrét májenzim emelkedés, ez ugyanaz a probléma, mint amit a vírushepatitisnél láttunk korábban, hogy egy diszkrét májenzim emelkedés, ez nem egy akut hepatitis, de hosszú távon 10-20-30 év alatt gyakorlatilag megöli a májat. És kiderült, hogy ennek a hátterében a bélből felszívódó baktérium törmelékek okozzák, ami ugye a bélből minden a májfilter rendszerén keresztül kerül a szervezetbe, vagy hát a központi keringésbe, és ott egyszerűen elakadnak ezek, ha túl sok gyulladásos törmelék leegyszerűsítve jut a májba, akkor ezek ott elakadnak, gyulladást idéznek elő, egy ahhoz hasonló gyulladást, mint
mint egy hepatitis esetében. Nyilván teljesen más az ok, de maga az ott helyben kialakul gyulladás és a következmény az hasonló, és hát itt is célzottan ezt kell megfordítanunk. Tehát az áteresztő képességet kell helyreállítani, és meg kell változtatni úgy, hogy ne gyulladást keltő baktériumok tömkelege zsúfolódjon össze a bélbe, aminek nyilván, tehát úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha a faházunk mellett benzint tárolnánk. Tehát el kell onnan távolítani a benzint. Még a propionátra visszatérve, Anett említette a propionátot, 2018-ban publikálták azt a mechanizmust, amin keresztül a vázizomba jutott propionát inzulin rezisztenciát okoz. Tehát effektíve a propionát az, ami az inzulin rezisztenciáért felel, és amit Zsuzsa említett gyógyszert, amit átmenetleg az ő inzulin rezisztenciára szedni kellett, ezt addig kell szedni, míg a propionát szintet le nem tudjuk csökkenteni, és amikor lecsökkent, akkor el lehet hagyni. Zsuzsán is el tudtuk hagyni a gyógyszert, és hát mondjuk ki, több mint 30 kilót fogyott közben. Hamarosan véget ér a műsor, és úgy érzem, hogy Anett méltatlanul kevés szerepet kapott. Mi az, amit ön a legfontosabbnak tart? Nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy zöldséggyümölcs fogyasztás az valóban elégtelen, és amikor azt mondjuk egy-egy paciensnek, hogy akár 20 vagy 30 féle zöldséggyümölcsöt fogyasszon hetente, azt mondják nekem, hogy nem is tudnak ennyit felsorolni, akkor ezzel kapcsolatban mindig adok nekik egy táblázatot, átbeszéljük, hogy igenis van, sőt 40 féle is lenne, csak nem vagyunk elég kreatívak, és nem ez volt ideig az életünk része. Hát igen, én is zavarba jönnék 30-40 féle zöldség felsorolásával. Köszönöm, hogy itt voltak. Nagyon érdekes volt ez a műsor, biztosan sokat beszélünk még róla. Ugye azok a témák ki is maradtak, hogy a migrént is okozhatja meg egyéb betegségeket a mikrobiom, úgyhogy lesz ebből még további rész is. De a mai adás ezzel véget ért. Dr. Schwab Richard gasztroenterológus és Révész Anett dietetikus volt a két szakértő. Nevükben, valamint Éliás Zsolt hangmester nevében is búcsúzom önöktől, és köszönöm az eddigi figyelmet, Veres Ágnest hallották.